Nekem két gyerekkori legjobb barátnőm van, akikkel mi együtt kezdtük az általános iskolát, és képzeljétek el, hogy mi egyszerre kerültünk áldott állapotba. És ez egy csodálatos élmény volt, hogy egyszerre vártuk a babákat, és ők ugye a mai napig, hát nulla éves koruktól nagyon jó barátok a gyerekek is, de hogy ezt egyszerre tudtuk megélni. De azért a legtöbb esetben, amit én láttam, vagy az én baráti környezetemben, mert nekem nincs gyermekem, de nyilván vannak barátnőm, akiknek meg van gyermekeik, és nagyjából tényleg hasonló időben szültek, hogy ott azért nagyon ez volt, hogy a Géza megkérte a kezét, ő már babát vár, nekik már esküvő, nekik, na, ők már gyereket várnak, és akkor ez de a... egymás frusztrálták, vagy a pasit? Nem, nem mindegy. Hát a nők egymás. Ja, a nők egymás. Akkor apukám, apukám, ma este, ja. Tudod? Ez ennél jobb, amikor így ülnek. Mert a kizim már terhes. Igen, igen. Mit csinálunk? Igen, hát ez, amikor hát tudod, a gyerekek még más fejlődési periódusban vannak, és akkor azért, jaj, hát a tiéd még nem állt föl. Érted? Tehát, hogy ez a, már mind nem az nem állt föl, hanem a gyerek. De később arról is beszélnek. Sajnos nem a mér, hanem a már. Amikor a gyerek már kifejlődött, utána ez a témakör jött. Tehát, hogy vagy előtte még. Milyenek a nők, nem? Igen, igen, hát kemények. Nekem például soha nem voltak igazán így barátnőim, tehát én nem jártam össze ilyen csajozós bulikba, ez egy ilyen 14 éves koromig tartott kb, és utána csak fiú barátaim voltak. Szerintem ez köthető egy konkrét élményhez, vagy nem tudom, hogy emlékszem, 14 éves koromban bementem egyszer egy ilyen diákcentrum mosdójába, és ott állt két lány, és ott dohányoztak, és rám néztek, és azt mondták, hogy ez a női mosdó. Mire azt hitték, fiú vagy? Igen. Tehát, hogy így olyan szinten kiközösítve éreztem magam, mert hát deszka voltam, meg rövid hajam nem volt, mondtad, meg akkor te farmerba bakancsom volt. Úgyhogy én így kisonfordáltam, és így nem nagyon kerestem. Nem lányok társaságot. Olyan annyira nő. Szemetek tudnak lenni a család. Oké, okay, én is nagyon szeretem a fiúkat. Bajszint! Van olyan felénél, hogy ebben nem jövök ki, jó? Dodó, szeretlek? Ugyanez, hogy csak a pasikkal tudod tök jól megbeszélni. De mit? Hát vannak olyan témák, mondjuk a csajokat. A csajokat? Hát miért beszéljek én a pasikkal csajokról? Hát csak a csajokkal lehet csajokról beszélni. Hát csak, hát ők tudják. Hát egy pasival nem lehet olyan jól kicikizni egy másik nőt, mint egy másik. Dehogy nem. Szerintem is. Szerintem máshogy, más. Csajok, szerintem vannak jófej csajok, meg vannak jófej pasik, és lehetnek pasi barátaink, még csaj barátaink is. És vannak jófej színésznők is. Akikkel lehet barátkozni. De most téged így frusztrál, hogy ennyi nővel vagy együtt? Nem, 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 ezt akartam mondani, hogy abszolút most már egy jó javuló tendenciát mutatok ebből a szempontból. Amit a bekerült a nő kommentbe. Tehát már elviseled a nőket magad igen, körül. Aha. Igen. Jó. Hát így egy órára. És mi van a vásárlással, hogy így szoktatok-e? Várjá. Mert ugye állandóan azt mondja, azért, mert hogy azt is együtt csinál, tehát amikor így csajos dolog, igen. Szerintem kell a külső szemén, nem? Neked nem, hogyha vásárolsz? Jó, ha van. De szóval jó, hogy legjobb barátnőm. Én például én csak egyedül szeretek vásárolni. Én nem szeretek semmit mással. Azt se szeretem, ha az eladó oda jön, hogy segíthetem. Jaj, ne, azt muszáll! Kiszaladó! Visszacserélek 66-szor, tehát hazaviszem, és valahogy otthon máshogy néz ki, nem? Persze, tök jól nézett ki a boltban, még így mondta az eladó, és hogy jaj, de jó lát, nagyon jó. Nem kövéri, de hogy kövéri! Nagyon jól tetszik kinézni, ahol mondom. De neki ez a dolga, hogy rábeszél, még akkor sem így áll rajta. Biztos nem szűk. Oké, okay, de én ott az üzletbe elhiszem, és akkor hazaviszem, hát vagy más tükröm van otthon. Nem az utat, nem mondom. A savanyítós, igen. Igen, nem a savanyítós. És akkor volt olyan, amikor mit tudom, 5-6-szor vittem vissza ruhát, és a végén megkértek, hogy ne jöjjek többet a baszületbe. Érkezik hozzánk az ország orvosa, dr. Zahér Gábor. Én itt hallgattam, ugye itt a vásárlással kapcsolatos történet, és egy nagyon-nagyon fontos mondat kimaradt ebből a dologból, amit általában ugye a feketőves, tízdalnos vásárlómesterek szoktak otthon mondani, főleg amikor ugye van ez az úgynevezett coupon illness, ugye a kuponbetegség című történet, amikor hazamegy, ugye esetenként saját maga viszi, de időnként visz magával serpát, ugye ezek vagyunk mi, ugye a három szatyor, két, stb. És a végén jön a nagy megállapítás, tudod, mennyit spóroltam ma?
című mágikus mondat, szóval ezt nem szabad kihagyni ebből de a történetből. De hogy ez tényleg betegség egyébként? Tehát ez a kuponozás, ez tud? Abszolút. 450 pipám van, csak úgy ebbe mondom. Ennyi, bocsánat. Több mint 450, és nem de tudok... Gyűjtöm. Igen, abszolút igen. Gyűjtöm, és meg használom is tulajdonképpen mindent. És nekem alapvetően elég sokféle függősége van. Részben rendes munkaalkoholista vagyok. Csokoládéfüggő vagyok, imádom a magyaros csokoládét, a tejcsokit, és nagyon sokat szoktam belőle lenni. Edzésfüggő vagyok. Ha az a napi 8-10 km futás nincsen meg, akkor nem működik a rendszer. Akkor koffeinfüggő vagyok, de kávét nem iszom, ezt tejformájában szoktam elfogyasztani. És hát ugye itt van ez a fránya dohányzás is természetesen, amit én 14 és fél éves koromban kezdtem el, úgyhogy ennek most már több mint 44 éve. De hogyha ő ismeri magát annyira, hogy azt mondja, hogy ez egy függőség, akkor... Ezen így szokott gondolkodni, hogy ez nem jó? De, persze, hogy gondolkodom rajta. És kezeli valahogy? Nem. Semmilyen motiváció nincs, hogy leszokjak a dohányzást. Attól függő a függő, hogy az életének a szerves részét képezi. Ugye például egy alkoholbetegnél sem akkor mondjuk ki, persze megiszik fél liter vodkát alkoholista, de például megiszik valaki 3 sör délután 5 és este 10 óra között. Már az is az. Hát, mert az élete részét... Anita, hogy kérdezted? Már az is az. Magyarországon van. Mit gondolnak, hölgyek, hány kábítószer függő? Lehet tippelni. 100 ezer. 200 ezer. 500 000. Én több. Sokan. Oké, 20 ezer. 20 ezer. És hány alkoholfüggő van Magyarországon? 8 millió. 20 ezer, ez meg lehet ilyen mindenféle kérdés. 20 ezer drogfüggő. Lehet ez nagyon szó. És 800 ezer alkoholista, 300 ezer szerencsejátékfüggő, 100 ezer altatónyugtatószer függő, körülbelül olyan 120 ezer hasajtófüggő. Tehát az alkohol a legtöbb, hogyha így nézzük. Nem. Nem. Mi? Közösségi média. A közösségi média. Van olyan ember, aki nem függ semmitől? Szerintem létezik? Nincs, lehet szenvedély nélkül élni, csak nem érdemes. A leggázabb magyar statisztika, hogy egy átlag magyar felnőtt egy átlag magyar gyerekkel napi 7-es percet kommunikál. Na most ez nem a megismerésről szól, és ez nem azt jelenti, hogy akkor óra indul, 14-21 perc szabad a hétvégén, hozzá se kell szólni, hanem igenis legyenek meg a közös nevezőink. Legyenek meg azok a közös nevezőink, amikor mondjuk el lehet menni a gyerekkel, mondjuk kocsmába, 16 évessel megnézni a meccset. És nem azért, hogy utána a gyerek hazatolja apát talicskába, hanem azért, mert mondjuk az egyik drukkal ennek a csapatnak, a másik annak, ott megisznak 2 sört, összedőlt a világ. 16 éves gyerek meg volt 2 sört. Nem. Nyilván nem. Tök jót beszélgettek, üvöltöztek, cikizték egymást, sokkal-sokkal többet ér ez a történet. A Zahertorta ugye attól Zahertorta, mert az én dédnagyapámnak a testvére, ő volt Metternich hercegnek a cukrásza, és a herceg lányának az esküvőjére, akkor még nem volt frigider ilyen-olyan-amolyan, készített olyan édességet, ami sokáig eláll. Úgyhogy az Zahertorta sokáig eláll, de szerintem most nem fog. Nem. Úgyhogy jó étvágyat kívánok. Köszönjük szépen!